Köszöntöm nézőinket, Önök a Szentendre Ma hírmagazinunkat látják. Következzenek elsőként híreink röviden. Letette esküjét a város képviselő testületének új tagja. Babakocsit toló nőt gázolt el egy autós. Fiatal lengyel képzőművészek tárlata csak egy napig. Csütörtökön tartotta a város képviselő testülete októberi ülését, ahol több mint 30 napi rendet tárgyaltak a városatyák. Az új képviselő esküjével kezdődött a testület ülése. Fekete János a társaság az élhető Szentendréért korábbi képviselője egyéb elfoglaltságai miatt lemondott mandátumáról. Őt váltotta Szegedi István a poszton. Én Szegedi István. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Képviselői tisztségemből eredő feladataimat. Szentendre város fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segítsen. Szegedi István a TESZ alelnöke és a Városfejlesztési és Közlekedési Munkacsoportjának vezetője. 1979-ben született Budapesten, 96-ban érettségizett a kispesti Deák Ferenc gimnáziumban. 2005-ben szerzett közgazdász diplomát a Fővárosi Általános Vállalkozási Főiskolán vállalkozás szervező szakon. 98-ban felsőfokú számítástechnikai programozó, 99-ben felnőtt oktatói képesítést szerzett. 2014-ben csatlakozott a TESZ csapatához. Az önkormányzati választáson a szentendrei 6-os számú választókörzet jelöltje volt. 2014-től szentendrei önkormányzat városfejlesztési bizottságának TESZ által delegált külsős tagja. A napirend elfogadása után a két testületi ülés közötti időszak eseményeiről szóló tájékoztató tárgyalásakor Kubatovics Áron teszes képviselő kérdéseire a polgármester válaszolt. A magyar közúttal ugye több témáról tárgyaltunk, egész pontosan 12-ről. Ennek így összességében nem gondoltunk arra, hogy ezt a jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt publikussá tennénk, de természetesen bármelyik témával kapcsolatban tudunk tájékoztatást adni. Így például ugye az egyik legakuttabb kérdés ez a Ósan csomópontnál lévő körforgalom kérdése. Itt azt a tájékoztatást kaptam néhány nappal ezelőtt a megyei igazgató úrtól, hogy a szerződés megkötésre került. A kivitelezővel, tehát a közbeszerzés lezárult, és várhatóan még az idén megkezdődik az építkezés. Ennek 4 hónap az átfutási ideje. Hát télen nem lesz építkezés, tehát ez azt jelenti, hogy inkább a második negyed éve az, amikor elkészül. Szóval még arról is tájékoztatott, hogy egyébként a forgalom az építkezés alatt legalább ugyanolyan átteresztő képességgel, mint most működni fog, hiszen most is csak egy sávos, tehát ugyanezt tudják az építkezés alatt is biztosítani, és amikor ez elkészül, akkor pedig ugye egy-két sávos lámpás turbókörforgalom fog elkészülni, ami vélhetően egy lényegesen nagyobb átteresztő képességet produkál majd. Úgyhogy ezzel kapcsolatban, de természetesen bármelyik másik kérdéssel kapcsolatban is tudunk tájékoztatást adni. A V8 egyesületekkel kapcsolatban esetleg igazgató úr is tud majd ehhez kiegészítést fűzni. Hát megkeresett minket néhány egyesület, de nem az összes, aki a Vizes 8-asban, szervusz Judit, a Vizes 8-asban tevékenykedik, és különböző hát javaslatokat mondtak el szóban, de azt kértük tőlük, hogy írásban is ezt a koncepciót tegyék le.
ezt még nem tették meg, amennyiben ez a koncepció elkészül, akkor tudom ígérni azt, hogy a képviselőtestületnek is megküldöm. Annyiban vagyok szkeptikus, ugye, hogy ez nem öleli magában az összes most jelenleg ott működő egyesületet, tehát egy részhalmaz az ott működő egyesületeknek, és ilyenkor mindig érdek különbségek vagy egymásnak feszülések alakulhatnak ki, hogyha nem az összes egyesület vesz részt egy ilyen koncepciónak a kidolgozásában, de mindenképpen meg fogjuk ezt vizsgálni, és a képviselőtestületet is tájékoztatjuk erről. A régészeti feltárásokkal kapcsolatban Gulyás igazgató úr részt vesz ezeken a megbeszéléseken. Egész pontosan vele együtt voltam. Puskás Imre, jól mondom, államtitkár úrnál, vele együtt beszéltünk az államtitkár úrral, és az egyik régészeti szerződés az már alá van írva, tehát van egy megrendelése a múzeumnak, és ígéretet kaptunk arra, hogy preferált régészeti, hogy mondjak, nem vállalkozó, hanem tehát a munka elvégzésére preferált intézmény a Ferenci Múzeumi Centrum a továbbiakban. Tehát ez reményeink szerint további szerződésekben fog majd materializálódni. Az első ilyen szerződés pedig effektíve aláírásra került. Magyar Judit, az MSZP önkormányzati képviselője arról érdeklődött, hogy milyen sikerrel zajlott az Uzmara utcai lakossági fórum, ahol a lakók tiltakoznak a Telekom bázis torony felépítése ellen. Voltak más képviselők is jelen, úgyhogy őket is meg lehet erről kérdezni. Részleteiben most azért nem szeretnék belemenni, mert egy nagyon komplex ügyről van szó, és körülbelül nem tudom, másfél órát beszélgettünk ott a különböző aspektusairól, és intézzük, amit intézni lehet. Jelen pillanatban a NMHH-tól vannak megrendelve mérések, vannak házi feladataim, nekem is, lakóknak is, úgyhogy ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy egy nagyon jó irányba mutató párbeszéd indult el az Uzmara utcai lakóközösséggel. A két testületi ülés közötti időszak eseményeiről, illetve a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatókat elfogadták a képviselők. Elgázolt egy babakocsi toló nőt csütörtök este Szentendrén egy 29 éves helyi férfi, majd továbbhajtott. A férfit elfogták, kihallgatták, közölte a Pest megyei rendőrfőkapitányság szóvivője. Ezen a helyen gázolta el a feltehetőleg részeg sofőr a fiatal édesanyját és pár hónapos gyermekét. A Kálvária utca lakói megdöbbenve hallották a hírt. Most nem tudom, hogy ütött el pontosan melyik helyen a kismamát, mert én nem láttam a hetet szint. Hát ez elvileg biztonságos lenne, mert 40-nel lehetne menni, de általában nem tartják be 40 kilométeres sebességet. Gyerekek vannak itt sokszor, bicikliznek, úgyhogy mondjuk ilyen szempontból elég veszélyes lehet, főleg este, nem este, hanem hát olyankor, mikor szürkület van, mert nem látna a gyereket, és a kocsik pedig mennek. A Pest megyei rendőrfőkapitányság szóvivőjének tájékoztatása szerint a szintén Szentendrén lakó nő a Kálvária utcában haladt maga előtt babakocsiban tolva pár hónapos gyermekét, amikor egy arra haladó autó elgázolta őket, majd a sofőr megállás nélkül tovább hajtott. A baleset körülményeinek pontos vizsgálatára egy büntetőeljárás indult a Szentendrei rendőrkapitányságon, mégpedig egy helyi 29 éves férfi ellen segítségnyújtás elmulasztása és más bűncselekmények elkövetése miatt rendelt el nyomozást a Szentendrei rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályának a vezetője. A kora esti órákban történt egy baleset a Kálvária utcában, amikor ismeretlen körülmények között egy autós elgázolt egy ott babakocsit toló nőt. A baleset következtében a babakocsiban lévő két hónapos gyermek és a 36 éves édesanyja is olyan súlyosan megsérült, hogy kórházba kellett szállítani mindkettőjüket. A sofőr a baleset után a helyszínről elhajtott, az autóját a helyszín közelében megtalálták a kollégáim, majd ezt követően a férfi
férfit a lakásán fogták el és előállították, gyanúsítottként hallgatták ki és őrizetbe vették, illetve vizsgálják azt is, hogy felmerült-e az ittasság vagy más befolyásoltság a baleset okozása kapcsán. Lehet már tudni valamit az anya és a baba állapotáról? A helyszínről az elsődleges adatok szerint súlyos sérülésekkel szállították el mindkettőjüket, de ezen túlmenően további információval a jelenlegi állapotukról nem rendelkezünk. E vonatkozásban a mentőszolgálat munkatársai tudnak adott esetben tájékoztatást adni. Tudni vagy, nyilván ugye sok mindent még nem, de hogy az anya hol tolta a babakocsit, hogy úttesten, vagy járdán, vagy kereszteződésben átmenve? Igen, ezt egészen pontosan lehet tudni, nem kereszteződésben történt, és nem is a járdán tolta, az úttesten, az út szélén tolta a babakocsit, amikor egy szemből érkező autó elgázolta őket. A járdán nem volt esetleg rendelkezésre álló hely, hogy a babakocsival elfért volna, és ezért kerülhetett az úttestre a hölgy? Van ugyan járda a helyszínen a kollégáim, és amint a hölgy állapota engedi, akkor részletesen ki fogják hallgatni, mind arra vonatkozóan, hogy miért az úttesten tolta a babakocsit, illetve a baleset többi körülményére is, és nem csak őt, hanem adott esetben az ott lakókat, illetve a helyszínen tartózkodókat is tanúként hallgatják ki majd a kollégáim, hogy minél részletesebb képet kapjunk a baleset körülményeiről, és hogy pontosan fel tudjuk tárni azokat az okokat és körülményeket, amelyek a baleset bekövetkezéséhez vezettek. A helyszín közelében nem sokkal később a rendőrök megtalálták a sofőr autóját, majd a férfit is. Kihallgatása őrizetbe vétele mellett még este megkezdődött. Ellene segítségnyújtás elmulasztásának alapos gyanúja miatt indult eljárás, közölte Beluzsárné Belica Andrea. Szemtanúk elmondása szerint a gázoló nem messze a Kálvária utcától, a Fehérvíz utca 6 szám előtt is összetört egy parkoló autót. Meg nem erősített információink szerint a csecsemő jól van, az édesanyának agyrázkódása lett. Egynapos pop-up tárlat debütált Szentendrén október 13-án az Art Capital rendezvény sorozat keretein belül. A lengyel Start címet viselő kiállítást a Krakkói Képzőművészeti Akadémia és a Katowicei Képzőművészeti Akadémia közelmúltban végzett alkotóinak munkáiból nyitották, csak egy napra a Városi Vendégházban. Egyedülálló egynapos kiállítás nyílt meg és zárta be kapuit október 13-án a Ferenci Múzeumi Centrum szervezésében, amikor fiatal lengyel művészek alkotásai, installációi voltak láthatóak a nagy közönségnek a Szentendrei főtéren, a Városi Vendégház több szintjén. Fiatal lengyel művészek bemutatására nagyon régóta készültünk. Ez egy különleges alkalom az Art Capitalon belül is, mert ez egy nagyon exkluzív kiállítás, egyetlen egy napig láthatóak a legifjabb lengyel festőgeneráció alkotásai, akiket Rafael Borcs és Konyábel segítségével választottunk ki, és most személyesen mind itt vannak, ezért a kiállítás alkalmával akár velük is lehet beszélgetni. Azt szerettük volna, hogyha mindenképpen a legprogresszívebb irányát mutatjuk be a lengyel kortárs képzőművészetnek, ugyanis a lengyel képzőművészet mindig is nagyon erős volt Kelet-Európában, úgyhogy fontosnak tartjuk azt, hogy megmutassuk az aktuális irányvonalakat, és egy olyan színvonalas felhozatal van a krakkói és a katowicei akadémiákon, amelyekből nehéz is volt egy kisebb válogatást összehozni, de szuper jó anyag jött össze. Szerintem ez a közös hullámhossz ez nagyon is érezhető Magyarország és Lengyelország között, olyannyira, hogy gyakorlatilag eddig akárki járt itt és megnézte a kiállítást, mindenki elragadtatottan nyilatkozott és nagyon szórakoztatónak találták. Vannak kimondottan humoros művek, vannak inkább filozófikus, mondhatni meditatív művek is, de én úgy látom, hogy mindegyik megtalálja az útját a magyar közönséghez. Nagyon ügyesen belakják ezt a teret. Eleinte kicsit meg voltak szeppenve attól, hogy a Szentendrei Önkormányzat Vendégházában kell kiállítaniuk, hiszen ez eredendően nem kiállítótér, de tényleg pincétől a padlásig minden helyet kihasználtunk.
a pincében nagyon izgalmas tereket alakítottunk ki, és a legmagasabb szobákban is a művészek teljesen önálló installációkat építettek, amelyeket csak most lehet megnézni, tehát ezt sehol máshol korábban nem építették meg, és itt lebontják, és már nem is lesz lehetőségünkre máshol, hogy megnézzük. Múzeum képzőművészeti osztályát messze menőkig meggyőzte ez a válogatás, és az igazgató úr is reményét fejezte ki, hogy a jövőben továbbiakban is együtt tudjunk működni ezekkel a fiatalokkal, mert nagyon-nagyon ígéretesek, és nagyon kreatívan állnak hozzá a közös munkához. Volt arra idő, hogy egy kicsit itt Szentendrén körülnézzenek, hogyha igen, akkor hogy tetszik nekik a város? Igen, a mai napon adtam nekik egy kis kimenőt, és meg tudtak nézni néhány múzeumot, illetve ebédre elmentek lángosozni a főtéri lángosozóba. Nagyon-nagyon tetszett nekik, nagyon jól érzik itt magukat, és ők is reményeiket fejezték ki, hogy talán még vissza tudnak térni. Olyan fiatal lengyel alkotók mutatkoztak be városunkban munkásságukkal, akik közül többen a kontinens számos galériájában megfordultak már alkotásaikkal, Bécstől Londonig. A lengyel művészek személyesen is ellátogattak a tárlat nyitó és egyben záró rendezvényére. Myślę, że no nie spodziewałam się tego pytania, ale mój pierwszy kontakt ze sztuką to właściwie same jakieś potomstwo. A képzőművészettel való kapcsolatom a gyerekkoromra nyúlik vissza. A kezdetekben hobbi szinten rajzoltam, amíg a nagymamámnál voltam. Szívesen vettem a kezembe a papírt, a ceruzát. Ez fokozatosan fejlődött, a saját gondolataimat próbáltam kifejezni, azt a csodát, ami a képzőművészetben rejlik. A rajzokon kívül egyre inkább más hordozókat is kerestem, amin keresztül meg tudom mutatni a gondolataimat. Artystycznie się wypowiedzieć na papierze bądź już potem na innych podłożach. Więc ja głównie zajmuję się malarstwem. Mindenek előtt a festészettel foglalkozom, ebben a formában tudom leginkább kifejezni magam. A téma mindig tájkép vagy hasonló ihletésű dolog, amit ma már az abstrakció határán fejezek ki, de az összes képemnek olyan hatás az alapja, amit a körülöttem lévő táj inspirál. Bardzo często już gdzieś jest na pograniczu abstrakcji. Wybrałam je z kilku powodów. Tudva azt, hogy Szentendrén állítunk ki, arra gondoltam, hogy mivel Magyarország már jóval közelebb van az Adriához, mint hazám, itt jobban érvényesül a mediterrán klíma. Ezért olyan műveket válogattam, amiben a hullámok egy kicsit megjelennek. Ezen felül a kiállítótér ismeretében, ami funkcióját tekintve vendégek pihenését szolgálja, igyekeztem olyan képeket válogatni, amik kamara jellegűek. Méretükben hatásukban nem erőteljesek, de sokkal inkább alkalmasak arra, hogy egy kicsit meditáljunk rajtuk. Az alkotóknak a kiállítás mellett jutott idejük arra is, hogy röviden megismerkedhessenek városunkkal. Első és legfontosabb céljuk, hogy a lengyel kortárs képzőművészetet megismertessék a magyar művészet kedvelőkkel. A projekt címe egy német kifejezés a világ fájdalomra. Hárman dolgozunk a csoportunkban. Az összes projektünk lényege, ami ebben a csoportban valósul meg, hogy utazásaink során milyen hatások érnek minket. Ta edycja poświęcona symbolem naszej całego biura podróży, który podróżuje z nami za każdym razem. A csoportunk szimbóluma egy a western filmekből jól ismert bokor, amit ide-oda fúj a szél a sivatagban, mozgásban van. Ebben a munkában is egy olyan pillanatot próbáltunk megfogni, amivel láttatni tudjuk a litván-orosz határ részleteit, ami egy szelet Lengyelország Oroszországhoz tartozó részéből. Ezzel azt az érzést érjük el, mint amikor úgy érezzük, minden rendben van, mégis hiányzik valami. Pewnego
momentu niemożliwości przekroczenia. Cały projekt jest o takim momentowaniem całego eventu. Nagyon tetszik ez az atmoszféra is, különösen, ami ebben a professzionális légkörben létrejött, amiben mi részt veszünk. Nagyon jól érezzük magunkat Szentendrén, ami még külön inspirált, hogy erről az épületről is kaptunk előre információt. Ez a romantika, ami itt látható, szintén kötődik a most bemutatott projekthez. Który bardzo wiąże się mocno z romantyzmem. Az egyedülálló rövid kiállítás az első lépése volt a lengyel művészek szentendrei magyarországi bemutatkozásának, aminek a jövőben remélhetőleg lesz folytatása. A nyáron indult Art Capital sorozat képzőművészeti programjai október 13-án az egynapos lengyel start kiállítással értek véget. A Szentendre ma adását látták, maradjanak továbbra is velünk. Hamarosan Művészváros című magazin műsorunk következik. Hírmagazinnal legközelebb hétfőn este 7 órakor jelentkezünk. Addig is visszakereshetik műsorainkat a tvszentendre.hu honlapon, ahol friss híreket is olvashatnak, és csatlakozhatnak oldalunkhoz a Facebookon is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!